Hello, sziasztok! Egy videó arról, hogy a labortápok, Vamptec labortápok. Ez a labortáp kifejezése, ez egy kicsit erős rájuk, tény. Miről beszélek? Ezekről az úgymond ipari tápegységekről, amiket úgy labortápnak becéznek, és én is labortápnak nevezem őket, de az igazi labortáp az nem itt kezdődik, hanem valahol a tízszeres árfekvésbe. De nem labortápok, hanem a Vamptec állítható, szabályozható, feszültségű és áramú tápegységek, az a CC, CV üzemmód, meg esetleg ezeken van OCP is, szóval egy virtuális biztosíték. Na, hogy ezeknek az áramkorlátja az nem elég jó. Már hogy egy-kette jelezték, vagy kérdezték videóba, hogy miért van az, hogy ezek a labortápok azt csinálják, hogy beállít egy picike áramot, remélem azért valamennyire látszik, mivel ezzel mérjünk mondjuk áramot, és itt van ez a felső, ami nekünk itt nagyon szabad. Ez az eszköz, meg ez az eszköz most, ami itt fontos nekünk. Igen, valahogy összedugom úgy, hogy mérésre is lehessen használni. Négy volt 200 milliamper. Ugye nekiállunk áramot mérni. Itt azt láthatjuk, hogy a 200 milliamper, ez 200 milliamper, ez eddig jó is lenne, és így álmodik a magyar, hogy ez így majd jó is lesz mindig. És tényleg ezek az értékek, ezek így azonnal beállnak, meg ilyenek. És itt inkább az azonnaliságról van szó. Így látszanak a műszerek, a kijelző, remélhetőleg frankó. Ugye így állít a áramkorlátot, most 100 milliampered van, 200, 300, 400, 500. De a kérdés az, hogy amikor beállítasz egy áramkorlát értéket, mondjuk egy ledet akarsz tesztelni, és erre miért nem jó ez a táv? Mert hát nem jó rá. Mikor egy ledet akarsz tesztelni, és akkor akarsz egy 20 milliampert beállítani, és meg is van a 23,5 milliamper, ez eddig jó is lenne. Na de, mondjuk egy lednek, mindjárt forrasztok egy ledre két vezetéket, hogy ezt így meg lehessen csinálni, hogy ezt kivágjuk. Szóval csiribá, itt van egy led, amin van két vezeték. És akkor ezt megszakítjuk, ezt az árammérést itt. Most egy voltunk van. És egyáltalán mi a polaritás annak a lednek, ezt ki kéne deríteni. Mondjuk van itt egy multiméter, nem? Ugye? Ami elméletileg meg is méri, hogy mi a nyitó feszültsége. Ha megtalálom, hogy hol van a dióda. Itt. Na, így nyit. Vagy a zárlat. Sikerült egy zárlatot forrasztanom, mert ez az, hogy azért az előfordulhat. Akkor még egy kis közjáték, amíg ezt itt kijavítjuk, mert zárlatos. Elméletileg meg vagyunk. És így látod, hogy világít is a LED. Ha kiírni nem tudja, 20.000 count-os, mert 3 volt körül van 2,5, ez volt a plusz. És mindjárt megpróbáljuk ezt labortápról is elindítani. Több-kevesebb sikerre szerintem. Mint közjáték, blankolunk. Blankoltatok már teflonos vezetéket, ami nagyon jó fajta vezeték, csak hát ilyenkor nagy szívás, hogy na. Akkor tegyük már vissza ide a tápról ezt a ledet végre, hogy világítson. Nem tudom, most már azt a tényleg nem tudom, melyik a plusz-minusza. De épp erről van szó, hogy ezt hogyan teszteljük labortáppal a ledet. Hát alá feszültségbe, és akkor elkezded emelni a feszkót, és nem tudom, láttad-e, már hozta is a problémát, és ha itt szépen tizedenként emelem a feszkót, akkor látszik a LED? Nem van a képben, ugye a fényereje bent van, az áramot látjátok, jó, prima. Tehát pont erről van szó, hogy ha 2,7 voltos a LED, tudod, és 10 milliamperes, tudod, akkor tudod róla üzemeltetni. De teszteléskor hiába állítod be ezt a 10 milliampert, hogy ennél ne legyen több.
Ugye most 10 milliamperre be vagyunk állva, mind a gerely. Most a feszkót, az hiába állítod be nagyobbra elméletileg, nem lesz nagyobb az áram. Látod? Már 10-11 volt, de mivel CC üzemmódban vagy, ezért mindjárt kiírja, csak 2,66 volt van raj. Na de, hogyha leszakítod róla, ezt figyeljétek, mert ez egyszer fog megtörténni, most 11 volt van a kapcsokon, és ráteszed a ledet, és láttad, mi történt? Nem tettem tönkre, de majdnem. Szóval látod, hogy mekkora árammal indul meg, mondjuk, ha 4 voltra próbálkozunk, akkor talán kivír többet is, még egyszer. Látod? Egy hatalmas árammal indul meg, majdnem tönkre teszed a ledet, és utána áll ez be. Magyarul nem 10 milliamper van olyankor, amikor rákapcsolod, hanem jóval nagyobb. Miért van ez? Hát azért van ez, mert a végén ezeknek a tápoknak van egy CLC szűrés, és aki ezt így érti, akkor a végén itt van egy nagy kondi, és hát ezt föltöltött 11 voltra, és hiába állított be 10 milliampert, ami a tápból belülről kifelé folyik a kondi felé, a kondi töltést is méri az, tehát a CLC szűrés előtt van az a rész, ahol méri egy ilyen mérő kis ellenállás egy vezeték darabbal. Szedtem szét Vamtec labortápot, abban lehetett látni, hogy hogyan van. Egyébként, hogyha kicsike áramot állítasz be, rövidre zárod és elengeded, akkor ilyen 1 milliamperrel azt a kondit is olyan lassan tölti fel, mondjuk a 30 volt a cél, hogy a 30 volt is szép lassan jön meg. Hát látszik, hogy ott méri az áramot, és a kondit töltéshez is kell áram, és amikor már elérte a kondi azt a kapocs feszültséget, ami a cél, akkor már nem kell töltő áram, akkor már nem folyik áram a kondi töltéséhez, akkor már itt kint lesz az az áram. Na de, hogyha egy rövid zárat, vagy egy kisebb feszültségű fogyasztót, mint egy LED ide teszel egy 10-20 voltos beállításnál, akkor hirtelen a kondiból, a kondi föl van töltve 20-30 vagy 10 voltra, amire beállítottad a tápot, ráteszed a kondira. A táp, az a kondit, azt lehet, hogy csak 10 mA-ral akarja táplálni, de a kondiból akár 1-2 amperes impulzusok is jönnek ki. Ezt mindjárt megmérjük egy szkóppal. Most ha ezt valaki nem érti, annak lerajzolom valahogy nem elektronikusan. Szereztem egy tollat. Először is lerajzolom úgy, ahogy van, elektronikailag. Ezt a lapot, ezt kéne nézni. Itt van a tápnak a bele. Innét ő, ez itt belül van. Itt belül méri egy ilyen figyelő ellenálláson az áramot. Ezen, amit beállítasz, ezen a figyelő ellenálláson folyik az áram. De a tápban van még ez a rész is, ez itt egy kondi, aztán van egy soros tekercsünk, ferítmagos, és egy kondi. Ezek jó nagy kondik, és még vannak rá egy picike kondik is a nagyobb frekit megetetni. Ez ugye a nagy frek is ilyen zajokat nyeli el, mert különben egy ilyen primér szabályzású tápnak ugye löködi a primér kört, két fetet kapcsolgat PP-be, az átjönne ide, és mind az ovon tápokon nagyon látszik a zaj, a Vamtec-en meg nem. Hát azért, mert a Vamtec-nek itt sokkal nagyobb induktivitás van, nagyobb kondi. Ennek a hatása az, hogy mondjuk a figyelő ellenálláson eső feszültséget úgy állítod be, hogy 10 milliampered legyen, ugye a cél, a CC áram az 10 milliamper maximum, de beállítod a kapocs feszültséget meg mondjuk 10 voltra, mert most valahol ott vagyunk, ugye? Mindjárt ki. Látod, milyen lassan tölt föl? Valami kerek értékeket, amiről beszélünk mondjuk. Beállítod 10 voltra, akkor ezt föltölti 10 voltra. Szép lassan tölti föl 10 voltra, mert hát az áram az ugye csak 10 milliamper lehet, és ha most ezt itt rövidre zárom, van itt egy drót, amivel rövidre tudom zárni, akkor látszik is, hogy ez nem megy neki olyan gyorsan. Ettől félek, hogy szép lassan kinyírom a lednek a... Ha rövidre zárom és elengedem a rövid zárat, akkor szép lassan jön meg a táp, láttátok? Na most az áramot azt még jobban visszavesszük. Mondjuk 5 milliamperre, és rövidre van zárva, folyik az 5 milliamper, és ha leveszem, nem lesz meg a 10 volt. Most van meg a 10 volt. Ilyen lassan, mert 5 milliamperre ilyen lassan tudta föltölteni ezt a kapacitást. Érted, hogy mit mondok? És ugyanez a baj, hogyha ezt most itt föltöltötted 10 voltra, ezt is 10 voltra, az oké, okay, hogy ide beállítottad, hogy csak 10 milliamper legyen, mert itt vannak ezek a banánok. Ezek itt a csatlakozók, ez már tényleg a tápnak az eleje. Ide ráakasztod a ledet. Ja, ez egy zéner volt, bocsi.
ide ráakasztod a ledet, és akkor mi történik? Hogyha így már rá van akasztva, és utána kezded el föltekerni a feszkót, akkor nincs baj, mert akkor hiába tekered a feszkót, a 10 mA-nél több nem fog átfolyni a leden, és ugye néztük, hogy ez a led, ez mit tudom én, szeretne 15 mA-t, meg 2,6 voltot. És hiába tekered nagyobbra, nincs baj. De ha beállítod a 10 voltot, és beállítod a 10 mA-t, most azt hiszem úgy vagyunk, nem? Nem, 10 volt, 5 mA, legyen 10. Szóval 10 volt, 10 mA, be van állítva. Ráakasztod a ledet, mégis az történik, ugye ide akasztod rá, erre a kondira, és ebből a kondiból egy pillanat alatt kifröccsen a nagy áram, most megpróbálom így mutatni, így talán látjátok kontrasztosan. Ez a figyelő ellenállás, ugye ezen be van állítva, hogy ez itt csak 10 mA-t enged itt, ide. De ha ez a kondi föl van töltve, és ide rárakod a ledet, akkor sajnos pukkanás van, azaz ki tudod nyírni a ledet, mert 1-2 amperrel meglököd egy pillanat alatt, mert ugye mondjuk 10 voltra föl van töltve, és 10 volton, hogyha korlátlan lenne az ára, már pedig a kondiból az, illetve hát nem az, mert az elsertő, meg a kapocstól, meg a soros ellenállástól függ, de jó nagy, akkor ki tudod nyírni a ledet. Szóval most akkor rácsattantjuk a ledet megint, és mit látunk? Látjátok itt a ledet? Valahol itt fog egyet villanni. Egy hatalmas villanást láttál, és le is tiltott. Ez egy nagyon jóféle Samsung LED, azért nem nyíródik ki. Egy olcsóbb LED az már ki is nyíródott volna, ez most már nem, de már jó kék fénye van, azt látod, hogy azért sikerül lassan megölnöm, így a kísérletek során. De még talán annyit kibír az egész, hogy most egy oszcilloszkóppal, és ez egy 10 ohmos figyelő ellenállás, ezzel sorba kötjük ezt az egész ketyerét. Egy pillanat, keresek vezetéket. Ha nem is kell vezetéket, rájöttem, hogy ezt most itt fogom. Itt a lednek itt leszakítjuk az elejét. Ide rácsiptetjük, ezt meg ide rácsiptetjük szépen, és akkor itt hopp, megint lesz egy nagy villanásunk, de nem számít. Ezt ide ezzel fogom rácsiptetni. Jó lenne a kontakt, mert akkor itt nem okoznánk olyat, hogy tízszer elindul. És ez egy 10 ohmos ellenállásra sorba kötöttük ezt, ugye azt csináltuk, hogy ez itt a táp, most már csak a banántól rajzolom, egy 10 ohmos ellenállásunk van, és itten van a ledünk. És ezen mérjük egy oszcilloszkóppal. De csúnya. Összelóg a két rajz. Nem kéne ilyen csúnyán rajzolni. Szóval ezen a figyelő ellenálláson mérjük egy oszcilloszkóppal, ezen itt a lednek az áramát, annyi történik. Itt van az oszcilloszkópunk, mindjárt bekapcsolódik, remélem ő is képbe lesz. Hát most ez így jó lassú sugár, azt mondja volt, 150 nézek. Nézzünk egy olyat, hogy bekapcsoljuk, kikapcsoljuk. De ugye így kapcsolod be, akkor szép lassan indul el. Nem lesznek ugrások. Azt kéne belőnöm, hogy ez mennyire látszik a 10 ohmos ellenálláson. Beállítom a szkópot, bocsánat. Ugye DC coupling kellene nekünk, egyes probe, és akkor ha visszamegyünk ide, akkor most ez a függőleges, nem mondjuk itt. Nem 10 volt pont a másik felek. Így. Szóval így a nullához képest látod, hogy most ekkora áram folyik, de hát ez a 10 mA, amely jóval túl fogja lépni, ez most egy osztást, most ezt így elhúzom le, lejjebb legyünk. Ugye most látod, hogy ez itt egy áramszint, és ha nem folyik a leden áram, akkor is egy osztásnyival lejjebb vagy, ezt ugye látjátok. Odaadjuk neki az áramot, mindjárt föltöltödik és folyik rajta áram, és akkor egyen följebb mentünk. Ez itt szép lassan, szép és jó, de mi van akkor, amikor el kéne kapni majd ezt a triggert egy egyszeres triggerrel. Akkor, hogyha ennél nagyobb, akkor fog rácsattanni nekünk, és be kéne állítanunk a triggert úgy, hogy egyszer süljön el. Rising, emelkedő, trigger mód, nem autó, nem normál, hanem egy. Na most egyszer
Mondom single. Nem kellene kell tűnni. Jó, most stoppon vagyunk. Oké. Elindítjuk. Várja a triggert, és most rácsattantom. Láttad ezt? Láttad ezt? Szóval valahol ott a trigger szint az, aminek be kéne következni, azaz az áram. Jó sokáig ott volt az irgalmatlan nagy áram, most utána megyünk úgy, hogy az lehessen értelmezni. Azt mondja, hogy 100 millivolt, 50 millivolt, 200 millivolt, így most nem tudom, hogy lehet-e majd értelmezni. És időbe is sokkal tovább, mint 1 millisek, 2 millisek, 3, 4, 5, 10. És akkor még egyszer megpróbáljuk azt a triggert egyszer elsütni. Single, és várjuk a... Ugye most fogom, 10 voltra be van állva, oda teszem neki, hopp! Nem tudom, láttátok-e ezt a hatalmas áramot, ami meg is szűnt, és utána jött meg a rendes a LED-nek köszönhetően, de itt még mindig plafonig elverte, szóval valami irgalmatlan nagy áramot mérhetünk ezen a 10 ohmon. Még jobban lemegyünk, hogy valamennyire megsatszoljuk, hogy az mégis mekkora áram. Még ez jó. 500 millivolt. 1 volt. 1 volt per osztás 10 ohmon. Ha most a 10 ohmon 10 volt esik, az már 1 amper. Akkor most ezt nézzük meg újra. Nincsenek rendes kezelőszervek, mindez kópon, és ez nekem így ugye most várja. Megint levettem, odadom neki. Ez most így nem nagyon sikerült neki elkapni. A trigger szinttel kéne most kicsit játszani. Ott van. Sokkal tovább folyt az áram. De ez megnézed, az 1, 2, 3, 4 osztás. 4 osztás. 1, 2, 3, 4 osztás. És 1 volt per osztás, és 4 voltos ez az ugrás. 4 volt a 10 ohmon, azért az fél amper. Akárhogy is nézzük, itt ezen a leden fél amper, azaz 500 milliamper folyik abban a pillanatban, amikor így felvillant, és hát egy kicsit tovább, mint menjünk akkor a horizontállal 5, mondjuk 10 millisekig. Nézzük meg hosszabban, hogy ez hogyan történik, 50, mondjuk egy 100 millisek per osztásba, és hát csak-csak lassan beleférünk, single mode és run van, de nem trigger, single vár, mondom vár, most várja, odaadtam neki, hát ez így most elég érdekes, ugye ott volt egy tiltás, de most ez nem tudom, 10 volt per osztásba sikerült átmennem, és ez akkor 5 volt per osztás, 2,5 volt per osztás, így azért majd látszani fog valamit talán. Mindjárt beállítgatom rendesen, azt akkor megnézitek azt. Na most sikerült beállítani egy olyan időalapot végre, mert mindig ezt az autógombot nyomni, és akkor elmegy minden, ezért utálom, ha van rajtuk autógomb, ezt a gombot akartam nyomatni, hogy újra el lehessen sütni egyszer a sugarat, azt kerestem. Szóval egyszer elsülősben el van kapva. Most ez 1 volt per osztásban 1, 2, 3, 4 és fél, majdnem 5 osztás. Szóval majdnem egy 5 voltos impulzus, ugye a 10 ohmon az fél amper. Szóval fél amper abba a pillanatban, amikor ráteszed, átfolyik azon a leden, ami 10 milliampert szeretne, és ugye ez a led, az ott kapja egészen pontosan 50 millisekig ezt a fél ampert, és utána, ahogy sül ki a kondi, szépen visszaesik a megfelelő áramra, amit elvisel. De ez a probléma, hogy hiába állítod be ezt a 10 milliamperes szintet, ami ugye itt most észrevehetetlenül vékony, azaz 1 volt per osztásban, ez egy sugárnyival sem lehetne följebb az, mint az, ha csak 10 milliamper lenne, de nem 10, hanem az 50-szerese folyik, az 500 milliamper. És ez van ez miatt, úgyhogy így ki tudod nyírni a kondit, nem tudod beállítani ezt sokkal magasabb feszültségre, mint ahogy szeretnéd, mondjuk 30 voltra, és akkor rárakod a TV LED sorra, és beállítasz egy 20 milliampert, mert azt kibírja, mert hogyha az a LED sor, az mit tudom, 11 volt, nem tudom hány LED, akkor az puh,
kész, valamelyik szakadni fog. Most ígértem, hogy lerajzolom úgy is, hogy olyanoknak is, akik ezt nem értik, hogy elektronikailag nem értik ezt a rajzot, hogy ez úgy van, úgy képzeld el, hogy te itt állsz, itt vigyorogsz itt len, te vagy a led, tökörűsz, várod, hogy a kiszáradt hajadra folyjon egy kis víz, és itt van egy csap, ez egy csap, ez egy ilyen kerti csap, ezt így meg tudod nyitni, annyira nyitod meg, hogy 10 milliampernyi víz, hogy épp, hogy csak egy kicsi víz jöjjön, hogy ide csöpögjön, ide rád, érted? És ezt így itt azt hiszed, hogy itt van a csapnak a cső vége, és akkor majd itt csöpög rád a víz, és szeretnéd, mert itt napozol, és az hajad nagyon kiszárad. Na de, mivel nem így van a táp, hanem van egy kondi a végén, úgy képzeld el, hogy itt a végén, itt van egy dézsa. Most ebbe így nagyon lassan csöpög bele a víz, ahogy te szeretnéd, csak hát ez a 100 literes dézsa, ez a kondenzátor, ez megtellik ide 100 liter vízzel. És ide csöpög bele, addig, amíg föl nem töltöd. Na most, amikor ez föltöltödik, ez a szint itt a 10 volt. Amikor ezt itt az alját itt elszakítod, ezt itt megszünteted, azaz, amikor ráteszed a ledet, akkor ez a 100 liter víz az így rádesik. Na ez történik a leddel, és utána, amikor ez kiesett a kondiból ez a töltés, akkor már csak ez a kis csöpögés van a 10 mA. Hogy ezt így képzeld el, hogy van a végén egy kegyetlen nagy puffer ezeknek az eszközöknek, ezért nem tudod használni úgy egy-két dologra a az áramkorlátját, ezt a 10 mA-t, ahogy megálmodtad, hogy majd veszel egy ilyen olcsó tápot, és beállítod 10 mA-re, főtekered a végtelenig a feszültséget, és akkor majd csak úgy ráteszed arra a fogyasztóra, aminek 10 mA kell, és akkor majd beáll automatikusan. Szép álom, csak az a baj, hogy van a végén az a kondi. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, remélem elmagyaráztam rendesen. Sziasztok!